A 85. ünnepi könyvhét nyitó napján csütörtökön adták át a Szép Magyar Könyv 2013 versenydíjait Budapesten. A művészeti könyvek és albumok mezőnyében oklevelet adtak ki. Ebben részesült a Caravaggiótól Canalettóig című kiadvány, valamint Csapodi Miklós, Cseh Gusztáv Exit kiadónál megjelent műve. És már is köszöntöm vendégemet a stúdiómban, aki Nagy Péter, az IDEA könyvműhely ügyvezető igazgatója. Szervusz. Napot kívánok, szervusz, köszönöm szépen a meghívást. Én most azért puskázom itt, mert mindig hibásan írjuk, írják mások is, tehát tisztázunk egy dolgot. Mi tartozik az IDEA könyvműhelyhez? Az IDEA könyvműhely következő entitásokból áll. IDEA nyomda, Glória nyomda, IDEA plusz grafikus műhely, ahol a plusz az Könce jellemét, mint sokan tudják, az Exit kiadó és az IDEA könyvtér, aki a legfiatalabb egyén ebbe a körbe. Jó, akkor ez most már rendben van, mert általában mindenki úgy említi, igaz, hogy az IDEA és a Glória nyomdák, tehát így szokták. Igen, két nyomda van, egy grafikus műhely, egy kiadó és egy könyvesbolt. Na jó, és akkor lássuk ezt a csodálatos könyvet, hogyha ide adnád. Jó, nehéz. Megkérem a kollégákat, hogy mutassák. Tehát ez az a egyetlen erdélyi kiadványa díjazotta közt a Szép Magyar Könyv 2013 versenyében. Na, erről mesélj. Hát elsősorban ez egy nagy megtiszteltetés számunkra, és egy elismerés, amelyik főleg, hogy mint határon túli, egyetlen határon túli kiadvány, amelyik oklevélben részesült, annál is inkább, hogy ebben a művészeti albumok kategóriában díjat nem adtak az idén, csak oklevelet. Tehát azt is lehet mondani, hogy nem volt díj, csak ezüstéren volt. És attól függetlenül, hogy csak egy oklevél, de sokat jelent számunkra, hisz egy visszaigazolás annak, hogy amit mi megpróbáltunk gondozottan elkészíteni, azt mások is díjazzák. Ez nem egy könnyű munka volt, hisz amikor megkeresett a család 2012-ben, akkor a Cseh család... Bocsánat, nehéz lapozni nagyon, úgyhogy remélem a nézők már eleget akkor láttak. Akkor már eleve egy nagy kihívásnak indult, hisz Cseh Gusztávról nem sok minden jelent meg. Köze van a szakmához, hisz nagyon sok könyvet, folyóiratot illusztrált. Az ő korában egy modern művésznek számított. Emiatt is ez a könyv olyan formát kellett öltsön, ami illő ehhez a témához. Hát ebben a könyvben nincs kisporolva úgymond semmi. Egy jó szövege Csapodi Miklósnak, olvasmányos, nagyon jól dokumentált. Árkos István és Könce Jellemér felelősek a grafikáért. Minden, mondhatom szívemre tett kézzel, hogy minden betűnek ott van a helye, ahol a könyvben van. Annyiszor át volt nézve és pontosan kitalálva, hogy minek hol a helye. Ugye, ahogy Köncei szokta mondani, Elemér, hogy a grafikusnak az a dolga, hogy a fehér területeknek megkapja helyét egy könyvbe, a többi az adott. Kötés szempontjából is egy igazi könyvet tarthatunk a kezünkbe, hisz vászonkötés, vaknyomással, a belső valóban borítón... Valóban gyönyörű, tanúsíthatom, biztosan más a képernyőn, mint így... Védőborítóval is, egy prémium papír, egy München típusú prémium papírra van nyomtatva. Így élvezhető úgy a fekete-fehér, mind a színes repróknak a nagy, sokszámú repró, ami a könyvbe fellelhető. Hány kiló ez a könyv? Próbálom. Nem mértük súlyos, meg, de súlyos van. Megvan egy jó kiló, másfél kiló. Megvan. Azt mondod neked, közben megkérem a kollégákat, tehát van egy pár fotónk, hogy mutassák a képernyőn. Tehát azt mondod, hogy különösen kedves neked a Kolozsvár büszkesége díj. Hamarosan láthatjuk is, amit nemrég vehettetek át, hát itt Kolozsváron az ünnepi könyvhéten. Igen, hisz ez a
a szülővárosomnak a visszaigazolása, hogy nem hiába maradtam itt Kolozsváron, hisz forrófejű fiatal én is emigrálni készültem, igen, és aztán rájöttem, hogy még az elején, még mielőtt léptem volna, hogy itt van a helyem. És a sok elismerés, ami az utóbbi 20-valány évbe ért, közül talán ez a legkedvesebb számomra, számunkra, hisz a szülővárosodtól kaptad. Szép is az oklevél, hamarosan látni fogják a nézők is, mindjárt itt a képernyőn. Közben beszéljünk arról is, hogy februárban nyílt meg a kizárólag erdélyi könyveket forgalmazó Idea könyvtér itt Kolozsváron. Ugye ezzel mondjuk el, hogy a Szapiensze Erdély Magyar Tudományegyetem Tordai úti épületében. Az ötlet a tied. Igen, az én egyik álmom a sok közül. Az utolsó, amelyik valóra vált. Nagyon megható volt a közéletnek a fogadtatása, hisz nagyon sokan voltak a megnyitó rendezvényen. Ez így visszaigazolta, hogy ez nem egyszerű üzlet. Bocsánat. Igen, már mutatták az oklevelet, csak fel akartam hívni a nézők figyelmét. Igen. Ez nem csak egy egyszerű üzlet, amelyik könyvekkel kereskedik, hanem ez annál több, hisz itt azt is mondhatjuk, hogy érzelmeket árulunk, hiszen ez egy közügy, hogy az erdélyi magyar könyveknek legyen egy tárháza, úgy az üzletben, mint az internetes felületen. Ez folyamatosan bővül, hétről hétre, most már azt lehet mondani, hogy mindjárt 50 kiadó, alapítvány, egyesület, felső oktatási intézmény, kultúrintézmény kiadványa felelhető ebbe az üzletbe, és a sajátossága az, hogy tényleg olyan ritkaságok kaphatók, ami más könyvüzletekben nem is. És mi nem egy konkurencia szeretnénk lenni a kolozsvári könyvüzleteknek. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy nem vagytok ugye konkurencia más könyvesboltoknak. Nem úgy érzem, én egy űrt próbáltam betölteni, érzem, hogy Kolozsvár megérdemli, hogy legyen egy erdélyi magyar könyvet áruló boltja. Hogyan szerzitek be a könyveket? Mert azt mondod, hogy itt olyan könyvek lelhetők fel, amelyek nagyon ritkán vagy egyáltalán nem lehet megtalálni Kolozsváron, vagy Erdélyben sem. Hát igen, abból adódik, hogy mi elsősorban nyomdák vagyunk. Nagyon sok kolozsvári és erdélyi kiadóval állunk kapcsolatban. Látván, hogy milyen nehézségekkel küzdöttek az utóbbi években, hisz akkora nagy energiát fektetnek a finanszírozások elnyerésében, az önrésznek a kiteremtésében, majd a kiadásban, és a végén a könyvek nem jutnak el az olvasóhoz, ezt próbálja betölteni az Idea könyvtér könyvesbolt. Dávid Gyula irodalomtörténész arról beszélt még a megnyitón, hogy a könyvesbolt célközönsége elsősorban a fiatalság. És hát azt mondja Dávid Ferenc, hogy tőlük függ, hogy 10-20 év múlva milyen lesz az erdélyi magyar közélet. Te ezt hogyan látod? Ez így van, és ez így kellene legyen. Természetes, hogy a vásárlókör nem kizárólag a fiatalokból, sőt, áll. De én merem remélni, hogy ha ez a könyvesbolt tovább él, és többen fogják megismerni, mint többen s többen, akkor nem, hogy eltemetjük a Gutenberg galaxist, hanem megpróbáljuk újjáéleszteni, és felfedeztetni a fiatalokban, hogy milyen élményt nyújt egy könyvből olvasni, és nem a számítógépen. Tehát te bízol abban, hogy a digitális világ nem lehet alternatívája a könyvnek? Természetesen ez nem lehet alternatív, ez egy kiegészítése, és úgy kell felfogni, hogyha így fogjuk fel, akkor van jövője a nyomtatott könyvnek is. És arról is beszéltél nekem, itt meséltél az imént, még mielőtt bejöttünk a stúdióba, hogy ez egy olyan projekt, ami bezárja a kört. Ez mit jelent? És hogy lesz ennek folytatása Budapesten? Ez mit jelent? Igen. Na most az elsőre válaszolva, ismerette is azt, hogy az egyik elment vadászni, a másik meglőtte, stb. Na most nálunk, mivel van kiadó, grafikus műhely, nyomdák, ez mind szép és jó, de
a kör ott záródik be, amikor az, amit kiadnak, megírnak, kiadnak, megterveznek, kinyomtatnak, az eljut az olvasóhoz. Így záródik be a kör. Na most ez egy rövid 3-4 hónapról beszélhetünk, hisz február 19-e alig itt volt, nemrég volt, de 4 hónap alatt azt lehet mondani, hogy a könyvesbolt meg tud állni a saját lábán. Mi nem számítottunk erre. Ekkora sikerre, ilyen rövid időn belül? Igen, hát ez egy óriási siker. Én azt mondom, hogy ez így van rendjén, és ez innen sokkal tovább lehet lépni, és lépni is fogunk. Hisz a második kérdésre jön a válasz. Mint a könyvesbolt megnyitóján mondtam, hogy most már megpróbálok nem álmodni, mert még a végén valóra minden válik. Minden valóra válik. Igen. Szerencsés ember vagy. Hát igen, mondjuk megpróbálok olyasmiket álmodni, ami valóra is válhat. De ezt nem tartottam be, tovább álmodtam, és egyezmény született Budapesten a Marcibányi Kultúrközponttal. Egy fantasztikus felajánlásban volt részünk, miszerint az ő könyvesboltjuknak a menedzselését átruházzák ránk, és amellé, arra építve, az Erdély Magyar Könyvekboltját tudjuk megnyitni szeptember végén Budapesten. Budapesten. Igen, a második kerületben. Szinte hihetetlenül hangzik. Igen. Valószínű, hogy mások is ráéreztek, hogy ennek nagyon nagy ereje van. Ereje, varázsa van. És ez egy közügy, és olyan felajánlás, ami tényleg egy nagy segítség, hisz nem mindegy, hogy mekkora bért kell fizes, vagy nem kell fizes egy könyvesboltra, egy kultúrkörnyezetben, vagy egyszerűen kinn az utcán. Én nem konvencionális könyvesboltoknak vagyok a híve, ez is olyan lesz. Ha eljut az információ az emberekhez, hogy egy ilyen létezik Budapesten, akkor biztos, hogy sikerre számíthatunk ott is. Teszünk róla, hogy eljusson. Köszönöm. És hát sok sikert, gratulálok ehhez. Valóban nagyon jól hangzik. Most volt nemrég ugye a Szép Könyv verseny kiírása. Tehát a kiírás nem rég jelent meg, tavaly díjaztak is benneteket, idén mivel indul? Ez a romániai szépkönyvverseny. Ez Bukarestben van? Ez Bukarestben van. A múlt évben két könyvünk is bejutott, az egyik a Cseh Gusztáv, és az egyik másik könyvünk, amit tulajdonképpen a szerzőnek a kiadása, a Munka nevű könyv, Rosta József budapesti fotósnak a magánkiadása. Ez nyerte a legszebb romániai könyvdíjat. Nem sokat írtak róla, nem tudták hova tegyék, ez is a mi műhelyünkbe készült, és egy jelentéktelennek kicsi, fekete-fehér füzetnek tűnik, de pedig nem ha az, fellapozzuk, akkor rájövünk, hogy egy nagyon gondosan, érdekes grafikával ellátott könyv. Valószínű, hogy ezek a könyvek általában a grafikai elképzelést díjazzák, és ez az a könyv, ami kijutott a világversenyre is, Cseh Gusztávval együtt 39 könyv jutott ki Romániából, többek között a Bukártnak is tudom, hogy több könyve, nagyon szép könyvek azok is, és megkaptuk a visszajelzést, hogy a Munka az első 50 közöttben volt, hogy hányadik helyen, ez most már nem érdekes. Hát az is óriási dolog egy világversenyen. Igen. Ezek visszaigazolások, persze mi nem arra hajtunk, hogy szép könyvversenyeken nyerjünk, hanem megpróbálunk helytállni minden téren, minden egyes kiadványnál, hisz a forma az csak segíti a tartalmat. Repül az idő, nem marad sok időnk sajnos, pedig tényleg izgalmas dolgokról lehet veled beszélgetni. Annyit még mesélj el nekem, hogy is van ez, erről is nemrég szereztem tudomást, hogy a Báthori Líceumban, hát veletek együttműködésben egy nyomdász szakosztály, jól igen, mondom, működik? A múlt évben keresett meg Tímár Ágnes, és ugyancsak egy régi álmom valósult meg, hisz álmodoztam, hogy mi lenne, hogyha magyar nyomdászati oktatás újraindulna
Kolozsváron. Ezt ő karolta fel, mi partnerei váltunk természetes azonnal. Az egyik kollégánk Mátyás Zoltán tanít ebbe az osztályban, nagyon jó volt a fogadtatása, hisz nem gyenge képességű gyerekek, hanem közepes és jó képességű gyerekek iratkoztak ebbe az osztályba, és egy év távlatával azt lehet mondani, hogy megérte. Már van eredmény is. Van eredmény, és ez nem csak egy nyomdai szakosztály, hanem inkább média osztálynak lehet nevezni, mert gyerekek a következő három évben már olyan ismereteket fognak elsajátítani, ami a jelenlegi digitális világ, promocionális anyagok, kommunikáció és természetesen kiadvány szerkesztés és a klasszikus nyomdászati alapismeretek, amivel szerintem sokkal többek lesznek érettségi után, hisz egy klasszikus érettségi fognak megmérettetni, de emellett fognak kapni egy olyan alapismereteket igazoló oklevelet, amivel biztos, hogy sokkal könnyebben tudnak elhelyezkedni úgy a kulturális, mind a kolozsvári mindennapi piacon. Péter, ez is annyira jól hangzik, hogy én most így búcsúként annyit tudok mondani, hogy ezt az osztályt biztos felkeressük, megnézzük, hogy mi történik ott, és hogyha fogadsz a nyomdát is. Természetesen, várunk szeretettel. És köszönöm szépen, hogy vendégem voltam. Én is köszönöm szépen.